Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Kedves budapestiek és lélekben budapestiek! Olyan régen voltunk már így együtt. Olyan régen volt már, hogy azért gyűltünk össze, hogy kiálljunk valamiért, és nem azért, hogy tüntessünk valami ellen. Ahogy ma is, azért jöttünk ide, hogy a szabadságot ünnepeljük. És ne felejtsétek, hogy a köztársaság 30. születésnapját. Egy olyan születésnapot, ami kis híján elmaradt. Mert a köztársaság, amit éppen 30 évvel ezelőtt ezen a napon kiáltottak ki, 8 évvel ezelőtt egyszer csak eltűnt a hazánk nevéből. És a következő években eltűnt a hétköznapjainkból is. Eltűnőben van az életünkből. Ezt a romlást, ezt az értékvesztést állítottuk meg 10 nappal ezelőtt. Ezért ez a mai nap a köztársaság újjászületésének a napja is. Persze a köztársaság teljes helyreállításához még sok munkára lesz szükség. Sok közös munkára. Budapest ugyanis nem gondolhat csak magára. Budapest nem lehet önző. Ez a város nem csak az itt lévő 23 kerület közössége, hanem ez a város a nemzet fővárosa, minden magyar fővárosa. Budapestnek, olyan helynek, olyan közösségnek kell lennie, amelyben minden magyar otthon érzi magát, amelyet minden magyar a sajátjának érez. Azok a budapestiek is, akik 10 nappal ezelőtt nem a változásra szavaztak. Nekünk különösen sokat kell dolgoznunk azért, hogy az ő bizalmukat is megszerezzük. Én azt remélem, hogy már ma is vannak itt sokan közülük. És azt remélem, hogy a következő október 23-án még többen lesznek. Mert ne felejtsétek el, nyerni többséggel is lehet, de győzni csak valódi közösséggel. Kedves barátaim, október 23-a az 56-os is és a 89-es is a közösségé válás ünnepe volt. Két olyan történelmi pillanaté, amelyben megmutatkozott a Jobbik énünk, amelyben fölfény lett a legszebb képességünk. Az a képességünk, hogy 1001 apró különbség ellenére a származásunk, a neveltetésünk, a hitünk, a világnézetünk ellenére is összeköt minket egymással valami sokkal erősebb. A haza és a szabadság szeretete. A szabadságot és a hazát pedig nem lehet egymás ellenében szeretni, mert azzal felszámoljuk mindkettőt. A nemzeti és a lyukazászló ezért nem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. Az országháza és a városháza sem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. A köztelevízió és a közrádió, de legfőképp a jog és az igazság nem lehet csak az egyik vagy a másik oldalé. És a kringi sem lehet egyik vagy a másik oldalé. Csak kizárólag a közösségé. Ezt jelenti a köztársaság. Fontos lecke ez nekünk budapestieknek is. Október 13-án visszavettük a várost.
de nem azért, hogy kisajátítsuk magunknak, hanem azért, hogy visszaadjuk azoknak, aki mindig is volt, nektek, a budapestieknek. Hiszen van ebben a városban legalább két nagyon fontos közös célunk. Először is tegyük Budapestet Kelet-Közép-Európa legélhetőbb és legzöldebb városává. Másodszor pedig tegyük Budapestet a köztársasági eszme őrzőjévé, a Szabad Magyarország kulturális szellemi központjává és bátor támogatójává. De mit is jelent az, hogy Budapest Kelet-Közép-Európa legélhetőbb és legzöldebb városa legyen? Több dolgot is. Először is több emberséget, több szolidaritást, kevesebb kilakoltatást. Másodszor jobb minőségű és elérhetőbb közszolgáltatásokat, több bölcsödét, több rendelőt, több CT-t és kevesebb stadiont. És kevesebb, sőt, semennyi mutyit a politikusoknak és az oligarcháknak. Több párt, több zöldet, és kevesebb betont és térkövet. Tiszta levegő, tiszta szív, tiszta kéz, ez mind együtt. Az élő és mindenki számára otthonos Budapest programja. De mit jelent az, hogy a fővárosunk a köztársasági eszme őrzője legyen? Nem többet és nem kevesebbet, mint hogy értjük és elfogadjuk a felelősségünket, amellyel nem csak az itt élőkért, hanem minden honfitársunkért tartozunk. A magyar köztársaságért, amelyért az 56-os főtök is harcoltak, Budapest többet tehet és többet is kell tennie, mint minden többi további magyar településnek. Mencsvára és otthona kell legyünk a szabadság, az egyenlőség és a testvériség eszményeinek. Ennek a három erős oszlopnak, melyen a szabadság felépülnek. Ezért minden rendelkezésre álló eszközzel tennünk kell a szólás, a gondolat, a sajtó, a tudomány és a kultúra szabadságáért. Minden rendelkezésre álló eszközzel tennünk kell az esélyek egyenlőségéért és a jobb előtti egyenlőségért. Minden rendelkezésre álló eszközünkkel tüzkedünk el a szolidaritásért és a testvériségért. Mindenhez az is kell, hogy ennek a városnak az új vezetői végre ne példabeszédeket tartsanak, ne példást tatujáljanak, ne másokkal példálózzanak, hanem példát mutassanak. Példát mutassanak mindenek előtt becsületből és tisztességből. Példát mutassanak nyitottságból és elfogadásból. Példát mutassanak emberségből. Példát mutassanak abból, hogy nem hagyjuk magunkat megosztani, hogy mások uralkodjanak rajtunk. Higgyétek el! Sokan fogják majd szembeállítani egymással Budapestet és a vidéki Magyarországot. Ne dőljetek be azoknak, akik össze akarnak veszélyezteni minket, akik meg akarják osztani az országot. Mi, magyarok, budapestiek és vidékiek összetartozunk. Erős hidak kötnek össze minket, mint Pestet és Budát. Kedves barátaim! 1956 felkelői valójában nem követeltek sokat. Olyan országot, olyan várost akartak, ahol nem hazudnak a képünkbe a saját pénzükből föltartott csatornákra. Olyan országot, ahol a vezetők nem a saját kiváltságaikat gyarapítják, hanem a közjót szolgálják. Olyan országot, olyan várost szerettek volna, amely keletről nyugatra fordul. Ezt az akaratot 63 éve erőszakkal folytották vérbe. De a szabadságvágy
mindig újra utat tör magának. És 89-ben sem álmodtunk másról, csak hogy ne hazudjanak a képünkbe a saját pénzünkből föltartott csatornákon. Csak hogy a vezetőink ne a saját kiváltságaikat nézik a közjó helyett. És az, hogy ennek az országnak a hajója végre nyugaton horgonyozzon le kelet helyett. És most újra belehazudnak a képünkbe a saját pénzünkből föltartott csatornákon. Most újra a kiváltságos kevesek a saját érdekeiket nézik a közjó helyett, és most újra fel akarják szedni azt a horgonyt, hogy újra kelet felé forduljanak. Hosszú út van mögöttünk. Mégis jobban érezzük azt, hogy nem kerültünk közelebb az álmainkhoz. Amikor már azt hittük, hogy megérkezünk végre, akkor mindig jön egy újabb kanyar, ahogy a Mimidalban szól. Hogy mit rontottunk el? Talán azt, hogy úgy hittük, majd mások megcsinálják helyettünk a köztársaságot. Hogy azt gondoltuk, rábízhatjuk a sorsunkat a kiválasztott kevesekre, hogy majd ők megoldják helyettünk, hogy nekünk nincs dolgunk vele. Látjuk, mi lett belőle. Kiszolgáltattuk nekik az álmainkat. A lentről indult vezetők most lenéznek ránk. Kiváltságos kevesek lettek belőlük, akik a vagyonuk és a hatalmuk pitoktatásával azt hiszik, hogy nekik minden szabad. Vegyük hát vissza az álmainkat tőlük. Ahhoz, hogy végre az 56-osok álmát, a 89-eseket és a múlt vasárnapét megvalósítsuk, ahhoz nem a hatalom emberei kellenek, hanem az emberek hatalma. Ne felejtsétek el, hogy nem valaki másra van szükség, rátok van szüksége a köztársaságnak. Arra, hogy a sarkatokra álljatok, arra, hogy kiálljatok magatokért és másokért, arra, hogy beleszóljatok a közügyekbe, hogy a részesei legyetek, hogy részt vegyetek belőle, hogy részt vállaljatok az országból és a városból is. 10 napja már megtörtént, hiszen akkor kivonta a város nagy többsége, hogy a kiváltságos kevesek helyett a többség gyarapodását akarja szolgálni. Elmondtátok, hogy miből van elegetek, hogy miből nem kértek, meghúztuk közösen a vörös vonalat. Erős volt, és egyértelmű annak kimondása 10 nappal ezelőtt. Semmit rólunk nélkülünk. És lám, még ez a kormány is megértette, sőt, tegnap határozatban foglalta, hogy a város vezetése nélkül a kormány nem hozhat döntést Budapestről. De tudniuk kell nekik is, és tudnotok kell nektek is, hogy nem arról szólnak majd a jövőben a kormány és Budapest vezetése közötti tárgyalások, hogy mit akar Budapest vezetése, hanem arról, hogy mit szeretnének, és mit nem szeretnének a budapestiek. Mert együtt alkotjuk ezt az országot, és együtt alakítjuk ezt a várost is. Erős és legyőzhetetlen a felhatalmazás arra, hogy mit nem akarunk. És ugyanilyen erős, és ugyanilyen legyőzhetetlen felhatalmazás kérünk tőletek arra is, hogy mi az, amit Budapest népe akar. Kedves budapestiek! Nyissunk hát új fejezetet, a felelősségvállalás új korszakát. Legyen ennek az új korszaknak a szimbóluma ez a tér, ahol most itt állunk. Végre megnyitottuk azok előtt, akikhez valójában tartozik, előttetek. Tudnotok kell, hogy ez nem csak ma lesz így, nem csak az ünnepre tartogattuk. Ez a ház, ez a tér a megújulása után minden nap nyitva áll majd előttetek. De az a közpark, ami itt a hivatali parkoló helyén majd megépül, sivár és rideg lesz nélkületek.
Tiétek a tér, ahogy tiétek a város is. Gyertek, és vegyétek a birtokotokba. Legyen ez a tér, és legyen ez a város a tiétek. Legyünk az alakítója a saját sorsunknak, hiszen ez a szabadság értelme. És tudjuk, hogy a kihívások lehetnek újak, és talán a válaszok is, de ne felejtsétek, hogy az értékek, amelyek alapján cselekszünk, azok igenis régiek. Az őszinteség és a tisztesség, a tolerancia és a hűség, a hazafiság és az összetartozás, ezek mind régi, de igaz értékeink. Az 56-osoké, a 89-eseké, a miéink és az utánunk jövőké. Azért is kell ma emlékeznünk, mert az emlékezésből tudjuk, van veszíteni valók. Mert jogunk van a szabadsághoz, jogunk van a biztonsághoz, jogunk van a gyarapodáshoz és jogunk van a demokráciához. De van felelősségünk is, hogy minden nap tegyünk ezekért. Tegyük hát ezt a várost az elkövetkező 5 évben olyan várossá, amilyen Magyarország is lehetne. Amilyen Magyarország is lehetne, hogyha az 56-osok és a 89-esek álma valóban teljesült volna. Tegyünk Budapestet szabaddá, tegyünk Budapestet otthonossá, tegyünk Budapestet zöldé, tegyünk Budapestet menővé, tegyünk Budapestet olyan helyé, ahol az emberek együtt ünnepelnek, és nem egymás ellenében. Nyújtsatok kezet egymásnak, maradjunk együtt Budapest. Köszönöm, hogy eljöttetek. Thank you.
Én végig arról beszéltem a kampányban, hogy a Budapesti Egyetemre a támadást, hogy a 34. képviseljük, akkor ez az erő erősebb, mint volna. És úgy tűnik, hogy ez működik is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ide fognak elhelyezni a Budapesti kormány viszonyát, és ebben Budapesti választókakorata a legfontosabb szempont. És jelenleg úgy tűnik, hogy ezt Kormány is belátta, és a másfél nem akkor a saját politikai jól feszült érdeke miatt sem hát szerintem egy optimista pártok van Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a türelmet. Most pedig következzék a Quibi! Save the high pay, the libido!